először is hogy üdvözöljem a kedves nézőket és minden sátorja újét. Kilusaurus, a Vibrator és a Bay Project Band zenekarok voltak az 5. újhelyi zenészek rock találkozójának a fellépői. A zenekarok bár mind rock és metal zenét játszanak, mégis eltérő stílust képviselnek, egy dolog azonban közös bennük. Mind a három zenekarnak van Sátorlja újhelyi tagja. Az idei rock találkozó alapötlete pont ez volt, hogy ne helyi zenekarok lépjenek fel, hanem olyan bandák, amelyekben legalább egy tag a város szülöttje, vagy életének meghatározó része kösse a városhoz. Így nem csak a helyiek ismeretik meg a bandákat, hanem a csapattagok is egyik társuk ifjúságának meghatározó színhelyét. I will. I got.
Nagyon szépen köszönjük! Még egyszer a gitároknál Magasvári Viktor, Sátorolja Juhéri születésű figura. Előtte sose ismertem Sátorolja Juhéről senkit. Ő volt az első. De azóta vannak már arcok, úgyhogy... Mutassa be a zenekart a nézőknek először is. Kezdem a zenekar legfiatalabb tagjával, Szűcs Gergő dobol nálunk. Ő a Szűcs Kálmán basszusgitárosunknak a fia. És a zenekarban van ugye a Viktor, Magasvári Viktor, ő helyi, Sátorolja jó helyi srác, és jó magam, mint Kiru énekel. Milyen fajta zenéket játszik a banda? Tulajdonképpen feldolgozást játszunk. Feldolgozásokat. Mi egyszer a Viktorral elneveztük ezt doom metalnak. Feldolgozunk régi számokat, amiket hallgattunk annak idején. Nincs nagy varázslat, csak a varázslat az benne igazából az a négy embernek a hozzáállása. Ettől lesz valamitől más egy picit az egész. Milyen gyakran játszik a banda a Sátorolja új helyen? Ha jól emlékszem, az első bulink volt. És milyen élmény volt elsőnek itt játszani? Nagyon jó, nagyon jó. Marha jó a helyszín, nagyon jó a technika, le a kalap a srácok előtt. Ez egy, az, hogy mi kezdtünk először 6 órakor, ez egy bizonyos felelősséggel is jár. De hogy elnéztem, a végére már elég szépen megtelt a tér. Körülbelül egy olyan 30 évvel ezelőtt én Sátorolján nőttem fel, és itt kezdtem el zenélni. Meg nagyon szeretek hazajárni, nekem olyan hazajárás mindig Sátorolja-hely. De Budakeszire költöztem, és a Kiru barátom, illetve a basszusgitáros Kálmán, ők Budakeszén laktak, és akkor mindannyian játszottunk egy másik zenekarban. Kiru a P-boxban énekelt, én a Nagyferú és a Beatrice-ben gitároztam 15 évig. A Kálmán a Tunyogi rockbandben, a Pardonban, a Tunyogi Péterrel, aki ugye a P-mobil énekese volt. És ha már egy településen laktunk Budakeszén, ezért megalapítottuk ezt a zenekart. Körülbelül egy olyan 20-25 éve, nem tudom pontosan. A Kirúban olyan 30 éve zenélünk együtt, ővele más zenekarokban is játszottunk együtt. És milyen érzés a szülővárosban játszani? Hát a lehető legjobb. Mondtam is mindenkinek, hogy ettől közelebb koncertezni két sarokra lakik anyukám, és ő is el tudott jönni, meg elhoztam a legkisebb fiam, a három gyerekből a legkisebben. Nagyon jó. Vissza a gyökerekhez, vissza oda, ahonnan indult az egész. És akkor, hogyha ennyire élvezitek, terveztek-e máskor is jönni új helybe játszani? Igen, tervezzük. De hát ez mindig a szervezésem múlik, ami tőlünk független. Milyen más bandákba játszott eddig? Tegeződjünk szerintem, igen. Igen, azért nem vagyok már mai fiatal, de fiatal a szívem viszont, az biztos. Hát végül is én elég sok zenekarban, mivel már a korom miatt is, ugye. Jelenleg játszom a Vasbeton együttesben, W Vasbeton, kis reklámot csinálok a zenekaromnak, a másiknak. Ez egy aktív zenekar, és akkor hát van a Kinusaurus, amit hallottatok, hát szerintem egy ilyen hát egy hobbi zenekar, de én azt hiszem, hogy elég jó a hobbi zenekar szinten. És akkor van még egy zenekarunk, ami szinte ugyanez a zenekar, sőt, 99%-ban, csak ott még van egy billentyűsünk, aki most nem jött el, és azért is játszunk Kinusaurus néven, mert nélküle nem budakeszi srác rock egyébként a zenekar, hogy mindenki budakeszi kötődésű. Van, aki ott született, többek között én is, a kisfiam ott lakik, a Kiru az budakeszi szintén, a Viktor meg budakeszin élt nagyon sokáig, de nagyon szereti, a Sátorolja és budakeszi, ez a két kedvenc városa. Úgyhogy mégis
Hát előtte játszottam ugye Tunyogi Petivel 15 évig, az a Pardon együttes, aminek mondjuk most lesz egy kis hírverése majd ennek a zenekarnak, mert október-november körül jelenik meg egy CD-nk majd, ami elég, még a Tunyogi Peti már még a betegség előtt vettük föl, mert már éreztük, hogy valami már nem nincs rendben áll a sajnos, és azt a CD-t most kiadja majd egy Green Records nevű cég, aki a mobilnak is dolgozik, úgyhogy meglátjuk. Hát én szerintem elég sikeres lesz. Akkor vettük föl ezt most már, hát olyan 16 éve körülbelül. És azt tudom, hogy a Kyrosaurus színeibe ugye még nem zenéltél új helyen, más zenekarral is kimaradt a város. Igen, érdekes, itt van egy kis kötődésem, amikor katona voltam, akkor volt egy sátorai jövői barátom, a gitárosunk egyébként, aki felcser volt a katonaságnál, hát ez 70-75-ben volt, tehát nem ma, és Hinorányi István volt, egy fogtechnikus volt, aztán Miskolcra költözött, és hát sajnos már elhúny egy 3 éve körülbelül, nagyon-nagyon jó zenész, nagyon jó barátom volt, nagyon jó ember, akivel tartottam is a kapcsolatot, tehát a katonaság után is még, úgyhogy ennyi a kötődés, és mindig mesélt nekem, hogy milyen szép ez a város, és egyszer, hogy valahogy jussak el ide. Hát most így sikerült, mert Miskolcig már meg Ongáig elmentem, de még ez nekem nem jött be, és nagyon tetszik egyébként. Nagyon hangulatos a város, nagyon tetszik nekem. Tehát hasonló, mint Budakeszi, csak ez még, sajnálom, meg kell mondjam, még szebb. Szebb egyébként. Hasonló a lélekszám, 13 ezer körül van a Sátorajoga is, ugye Budakeszi is. Nagyon-nagyon tetszik. A belváros is, mind az emberek is nagyon barátságosak, úgyhogy csak jókat tudok mondani. Akkor máskor is nagy szeretettel várjuk ide. Nagyon szívesen jövünk, még egyébként mi magánember is megyünk. Hát zenélj meg, aztán végképp. És nagyon köszönjük a vendéglátást, a barátunknak a tasi. Így van. Hát nagyon-nagyon-nagyon jó fel, nagyon jó szervező, jó, hogy mondjam, ilyen vendégváró, nagyon-nagyon-nagyon jó ember. Meg mindenki egyébként, úgyhogy. Mik a benyomásaid a ma estéről? Én nagyon jól éreztem magamat, amikor megérkeztünk, tegnap jöttünk ide Sátorajóújhelyre. Nagyon tetszett az egész városnak a hangulata, és ahol volt a színpad felállítva, tényleg gyönyörű hely volt, a templommal, mindennel együtt, nagyon-nagyon tetszett az egésznek a hangulata. Szerintem az emberek is élvezték, amit játszottunk. Én nagyon jól éreztem magamat. És te mióta, hány éve zenélsz? Hát körülbelül egy ilyen 10 éve kezdtem a dobolást, de akkor nagyon amatőr szinten, sokáig így elengedtem, és most már 5 éve, hogy újra elmentem egy dobtanárhoz, és azóta csinálom aktívan. Más zenekarba is doboz? Igen, van nekem a térkövön sült lángos nevezeti formáció, ami nem punk. Játszunk igazából mindenféle stílus, mi egy buli zenekar vagyunk. Mindenféle metal, ska, de van punkos elemünk is, és rockot is játszunk.
Mit lehet tudni a zenekarról? Milyen zenét játszotok? Mikor alakult a banda? Hát gyakorlatilag heavy metal a fő csapásvonal abszolút, és feldolgozásokat mindenképpen külföldi együttesektől, mint régi klasszikus 80-as évek zenekaraitól. Némelyik dal nyilván már átnyúlhat a 90-es évekbe is, mert van belőle olyan is egy-kettő, de alapvetően a régi bandák, mint a Maiden, a Judas Priest, Metallica, Megadeth, Manowar, Halloween, ilyesmi, úgyhogy ez a fő csapás. Mikor állt össze a zenekar? Fú, mikor is? 5-6 éve körülbelül? Pontosan nem tudom, már így hirtelen a dátumot, hogy belekérdeztél. Egy ilyen tagkeresgélés után szépen elkezdett kialakulni a csapat. Alapból is már ez az elképzelés volt, amit elkezdtünk. Nyilván voltak változások azóta már, ugye gitárosok főleg, mert hát ugye a mostani életben az emberek jönnek-mennek, fiatal srácok, a gitáros elköltözött, és akkor hosszabb időszakok maradtak ki, amíg találtunk új tagot. Újra betanultuk a programokat, úgyhogy a jelenlegi felállás az egy körülbelül már egy éve már lassan együtt van, és így próbálgattunk a pandémia időszakába, és próbáltuk kihasználni az időt, és akkor így sikerült úgy nagyjából ezt a műsort körülbelül összeállítani, ami jelenleg van. És mit tapasztaltok a közönség, a mostani, ugye a 21. századi közönség, hogy reagál ezekre a nagy klasszikusokra? Hát érdekes mindig látni, mert igazából minden megmozduláson látunk fiatalokat is, akiket érdekel ez a zene, akik biztos vagyok benne, hogy még akkor talán meg se születtek, mikor ezek a dalok megszülettek. Ilyen embereket is látunk, fiatalokat, illetve az idősebb korosztály is, és azt látom, hogy abszolút pozitívan fogadják, sőt meglepődve, hogy ritka, hogy ezeket a dalokat úgy játsszák, vagy valakitől így lehet hallani, és nagyon örülnek. Sokszor az van, hogy kimondottan egy-egy dalt oda jönnek és mondják, hogy hát ez de jó volt, de régen hallottam, úgyhogy nagyon pozitív általában. És mi az új helyi közönségről a véleménye? Hát ez nagyon jó volt, itt már másodszor vagyunk, volt az állatmáhely megmozduláson is az első fellépésünk, és hát ez a kis csapat, aki itt kijön és meghallgat minket, ez mindig halljuk a hangjukat, a visszajelzést, úgyhogy mind szívesen jöttünk ide most vissza, nagyon jól éreztük magunkat múltkor is, és most is nagyon jó volt, úgyhogy szuper hely itt, jó itt lenni. Akkor gondolom, hogyha hívnak, máskor is jöztök. Nagyon szívesen, így van. Tökéletes a helyszín, az idő is, a múltkor is kifogtuk, jó idő volt, most is szuper jó idő van, úgyhogy tök jó, így kijönnek az emberek, így el vannak, hallanak egy kis jó zenét, aztán bekapcsolódnak, ahogy ki a saját vérmérséklete szerint, és ez így nagyon jól tud működni. Kezdhetjük, ez egy Megadeth nóta, She Wolf! Nyomja csak a gombot. Nyomja csak! Nem vannak a közönségben! The mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. Majd tapsod neki! Wicked and just no sign of please. The priestess of ours gets down on your knees. We'll be right back.
Köszönjük! Hiába mi itt játszunk, de nélkületek, de ez a buli azért nem olyan lenne, amilyen, úgyhogy mi köszönjük nektek, hogy itt vagytok! Magatokat is tapsoljátok meg, kérlek! Jó hangosan! Hogy értékeled a ma estét? Milyen volt a közönség? A közönség az nagyon jó. Én mindig szeretem, hogyha egy kicsit meg lehet mozgatni a közönséget. És ugye már másodjára játszunk új helyből, úgyhogy úgy érzem, hogy ez a közönség az, akire azért lehet kommunikálni. Én mindig arra törekszem, hogy azért meg lehessen mozgatni azokat az embereket, akik vannak, legyen ezek azok fiatalok, idősebbek, teljesen mindegy, csak legalább valamilyen visszajelzés jöjjön. És az a legjobb, amikor a buli elejétől a végéig azt tudod mondani, hogy nagyjából állandó a folyamatos visszhang, ami jön az emberektől, és ez szerintem most előjött. És te hogy látod az ilyen klasszikusokat, mint Halloween, Manowar, vagy a Maiden, akár mennyire tudják mondjuk a szövegeket a közönség? Abban biztos vagyok, hogy maximum a refrént tudják azok az emberek, akik itt vannak, de ha már az megvan, az is elég, vagy legalább dúdolni tudják. A tagok, illetve maga a zenekar, az hova valósi, honnan jött össze ez a banda? Én alapvetően Miskolc vagyok, egyébként a zenekar az edelényi származású. Ugye a basszusgitárosunk, Mennyus, illetve a dobosunk Muzsi, ők voltak mondhatni az alapítók, így ők ott vannak a legeleje óta. Én később jöttem a zenekarba, még 2015-ben, és azóta játszunk gyakorlatilag ilyet. Ha jól tudom, Máté újhelyi, úgyhogy van azért újhelyi zenész a zenekarban. Gabesznak, ha jól tudom, ugyanúgy miskolci. Nagyrészt miskolci a banda, de természetesen attól függetlenül örülünk, hogy itt lettünk az újhelyi rockzenészek találkozóján. Ez a kiváló kezdeményezés ugye nem idén indult. Hanyadik alkalommal van ez az újhelyi rockzenész találkozó megrendezve? Már ötödik alkalommal rendezzük meg. Remélem még azért lesz minimum legalább 50. Úgy legyen. Mi alapján állítjátok össze a fellépőket? Hát elsősorban mindig azt nézzük, hogy változatos legyen, tehát lehetőleg a tavaly szerepelteknek adjunk másnak is teret, nem csak a tavalyiaknak esetleg. Valamint olyan zenekarokat hívunk meg, ahol új helyből elszármazott zenészek is, mint most ugye a Magasvári Viki. És milyen visszajelzéseket kaptok a közönségtől utólagosan? Hál' Istennek a közönség nagyon örül neki. Persze ezzel tudatosan az a célunk, hogy ugye a zenészek, mivel ennek ugye újhelyi zenészek rock találkozója, tehát hogy egész évben, akik nem találkoznak, legalább ezzel az egy alkalommal összejöjjenek, egy kicsit beszélgessenek zenéről, szakmázzanak, stb. És nem csak idén, hanem így az elmúlt évek részvevői létszámával itt a közönségre gondolok, mennyire vagy elégedett? Hát ugye a rockzene az elég mostoha a zenei műfajba, a palettán, tehát mostanában nem nagyon töltenek meg ugye vele stadionokat, csak a nagy szupersztárokkal. Hát azon dolgozunk folyamatosan, hogy visszahozzuk azt, hogy a rockzenének ugyanolyan jogosultsága van, mint bármilyen más. Sajnos azt kell, hogy mondjam, a kommersz zene az több embert bevonz. Sajnos ez tényleg így van. Szerinted mivel lehet esetleg a fiatalokat megfogni? Mert ugye a idősebb arcok azok évről évre, évtizedről évtizedre megjelennek, mikor van egy jó koncert, de vajon mi lehet az a nem zeneileg, mert nyilván nem szabad az igényekhez idomítani a jó zenét, de milyen egyéb módszerek vannak, amikkel a fiataloknak meg lehet mutatni, hogy próbáld ki, hallgass bele, és te is rájössz, hogy ez nagyon jó. Hát még több koncert. Hál' Istennek Sátorújhelynek van egy nagyon jó rádiója, az MPN FM. Tehát ha ott is ugye a rockzene szélesebb teret kapna, akkor nyilván, hogy ez egy plusz dolog lenne, ami kiterjeszteni ennek a ugye az, hogy jó többen megismerik, hogy a rockzene is ugyanolyan jogosultságú műfaj. És mit gondolsz, te erőd, hogy adja, fogsz még több koncerteket, ugye a állatmenhely és ez, ami így a fő szervezésed. Van-e terve valami más, ami tematikájában más, vagy tematikájában hasonló, bármilyen ötleted van-e, ami eszedbe jutott már, de elhessegetted magadtól? Igen, van. Ugye régi vágyam az, hogy valahol a környezetvédelembe is felhívjam az emberek figyelmét, meg kivegyem a részemet én is, meg ugye nagyon sok ember van, aki környezetvédő, meg hát ugye ezt meg is tudom mutatni, mert éppen egy ilyen pólóval készültem ma este, úgyhogy esetleg, ha ez látszik a kamerán. Tehát
Igen, abszolút fontos, és egyébként itt ezzel egy pont egy olyan pontra tapintotta, hogy a rockzene az gyakran szól is valamiről. Tehát a szövegeknek mély értelmük van, és valahogy ezt kellene a fiatalokhoz eljutatni. És nagyon köszönjük a lehetőséget. Hát mi köszönjük, hogy játszottatok. Nagyon, máskor is. Akkor jó este kívánok! Itt van a B-projekt zenekar. Köszönjük! Egyébként az első szám, az volt csak a beállítás szám, most indult a koncert. Akkor lesz a Perfect Stranger!